Sziasztok, végre itthonról. Nagyon örülök, nem csak azért, mert itthon vagyok, hanem azért is, mert mire hazaértem, tavasz lett, és nagyon szeretem a tavaszt, és nagyon szeretem a tavaszt ebben a városban. És amikor a kórházból kijöttem egyébként 15 évesen, emlékszem, hogy február vége volt, amikor bementem, akkor ugye tombolt a tél, rettentően fáztam, sötét volt, rossz állapotban voltam. És amikor kijöttem, annyira emlékszem annak is minden pillanatára, emlékszem a virágillatra, erre a tavasz illatra, már többet ettem, már nem fájt mindenem annyira, már nem fáztam rettenetesen, és így nagyon-nagyon vártam, hogy milyen lesz, és tudtam, hogy egyre jobb lesz, és nagyon tele voltam reményekkel, és szerintem a tavasz az egy szuper időszak arra, hogy most belekezd egy gyógyulásba. Amiről ma szeretnék beszélni, az szintén egy nagyon-nagyon fontos téma. Ajánlom ezt hozzátartozóknak, tanároknak, és mindenkinek, akinek potenciálisan lehet a környezetében anorexiás, hiszen azokról a jelekről fogok beszélni, amik segítenek nekünk észrevenni, hogyha valaki táplálkozási zavarral küzd. Vannak viselkedésbeli és konkrét fizikai jelek, amikből észre tudjuk venni. Ez most még egy kis érzelmi adalék. Amikor kitaláltam, hogy erről fogok beszélni, akkor én nagyon fura kettős érzésem lett, és elkezdtem úgy szorongani, ahogy írtam le ezeket a dolgokat, amik alapján észrevehetjük, hogy valaki anorexiás, és aztán rájöttem, hogy ez a nagyon-nagyon erősen még bennem élő 15 éves anorexiás tini lány az, aki rohadtul fél, hogy lelepleződik, és akinek ugye azzal telik az élete, hogy csak nehogy észrevegyék, hogy anorexiás vagyok, vagy még én magam sem tudom, hogy anorexiás vagyok, de az a lényeg, hogy más nem tudhatja meg, mert bele fognak szólni, nem értik, le fognak beszélni, belém fogják tömni az ételt, tehát ez nem derülhet ki. Most ez a 15 éves Lili így kérdőre vonja a 33 éves Lilit, hogy most tényleg le fogsz leplezni minket, és hát igen, nem. De ez mindannyiunk érdeke. Először is nagyon fontos, hogy megfogalmazzuk, hogy mi az anorexiának a diagnosztikai kritériumai, tehát annak, hogy valakit anorexiásként diagnosztizáljanak. És ezt a DSM-5-ben három ilyen. A DSM egyébként a mentális zavarok diagnosztikai és statisztikai kézikönyve, ahol három kritérium van, egészen kb. Majdnem mostanáig négy volt, és már csak három van. Az első a korhoz és testmagassághoz viszonyított minimális testsúly tartásának a visszautasítása, és hogy legalább 15-20%-kal kevesebb az érintettnek a testsúlya, mint amennyi a normális lenne. A második intenzív félelem a súlygyarapodástól és az elhízástól, soványság esetén is. A harmadik pedig a híres neves testképzavar, ami ugye a saját testsúlyunk vagy alakunk észlelésének a torzulása. Tehát, hogy a mi alakunkat nem úgy látjuk a tükörben, tehát amikor már nagyon kórosan soványak vagyunk, akkor is egy telt valakit látunk a tükörben. Ez többnyire a saját alakunkra vonatkozik, és a környezetünkben lévők alakját reálisan tudjuk megítélni. Illetve az, hogy a testsúlyunk nagyon-nagyon súlyosan összefügg az önértékelésünkkel, tehát az önértékelésünk ezen alapszik, és az alacsony testsúlynak a veszélyét pedig tagadjuk. Régen, még a DSM-4-ben, és még amikor engem is diagnosztizáltak, akkor még a kritériuma volt a menstruációnak a kimaradása. Természetesen azoknál, akiknél már a koruk miatt kellene, hogy legyen menstruáció. Azért is tartom fontosnak, hogy leszögezzük ezeket is, hogy ki az anorexiás, mert ahogy már ezt is érintettem, nagyon felelőtlenül dobálgatva használjuk az anorexiás szót, és többnyire szinonimaként használjuk arra, hogyha valaki sovány, mondjuk nem tudom, nem eszed meg a süteményed felét, és akkor azt mondom, hogy na, mi van, anorexiás vagy, hogy nem eszed meg, vagy
van egy nagyon vékony lány az ismeretségi körünkben, és akkor úgy mesélek a többieknek róla, nem én, meg hát gondolom nem is te, hogy a Brigi, tudod, na, az anorexiás. Szóval egy szitok szó, egy tulajdonság lett belőle, egy szinonimája arra, hogy valaki sovány, de ez nem az, ez egy betegség. És akkor annak érdekében, hogy ugye fent tudja tartani ezt a normálisnál legalább 15%-kal alacsonyabb testsúlyát, az anorexiás lehet restriktív vagy purgáló módszerei, tehát a restriktív, ahogy már erről is beszéltem, most szeretném feleleveníteni, restriktív anorexiás az a korlátozó, tehát egy nagyon lekorlátozza minimumra azt, hogy mit eszik, milyen típusú ételeket eszik, kalóriát számol és túledz. Ezek a módszerei arra, hogy folyamatosan egy kalóriadeficitet hozzon létre, aminek ugye az az eredménye, hogy folyamatosan fogy. A purgálóra pedig az jellemző, hogy vannak olyan időközök, amikor ugye az éhezésből eléggé következik az, hogy utána lesz egy túlevés. Mivel már nagyon-nagyon éhes vagyok, sokkal többet fogok enni, mint amit elképzeltem. Amikor restriktív anorexiás, vagy akkor ezt így valahogy megállod, de van a purgáló, amikor nem állod meg, hanem megeszel többet, de ez igazából lehet egy, nem egy hatalmas mennyiségű étel, hanem csak nem tudom, egy szelet valamivel több. De ez hatalmas lelkiismeret furdalást kell benned, és neked nem az a módszered, hogy mész a gymbe, futsz 18.000 kilométert, hanem önhánytatás, hashajtó, vízhajtó és egyéb ilyen öntisztító folyamatok a kalóriáknak az eltüntetésére. Jöjjenek akkor azok a jelek, amik aggodalomra adhatnak okot, vagyis gyanakvásra, hogy táplálkozási zavarral küzdő személy van a környezetünkben. Ez is olyan, hogy tehát több dolognak kell együtt lennie, szóval az nem elég önmagában, hogy valaki sovány, tehát ezekből így a nagy részéből, amit el fogok mondani, önmagában egy, az nem feltétlenül jelenti azt. Viszont több jel már megalapozhat egy ilyen gyanút. Tehát az első és a leglátványosabb az intenzív fogyás viszonylag kevés időn belül. Ez az intenzív fogyást ilyen 15-20% a testsúlynak ezt határozzák meg orvosok. Tehát szeretném mondani, hogy én nem rendelkezem sajnos orvosi diplomával, ezek mind olyan dolgok, amiket olvastam, hallottam, orvosomtól hallottam, megbízható forrásból tudom, de nem vagyok egy orvos. A BMI indexről szeretnénk beszélni, van a BMI index, ami a testsúly és a magasság alapján valahogy ilyen furin van kiszámolva, és akkor vannak bizonyos értékek. Hogyha téged triggerel az, hogy BMI indexeket fogok mondani, számokat, akkor tekerj bele a videóba, jó? Szóval a BMI index nőknél 18,5 és 25 között van a normális, és akkor 18,5 alatt van a sovány, és annak ugye vannak fokozatai. Kórosan sovány, a mérsékelten súlyos, és 15-ig van a súlyos, és 15 alatt van az extrém kategória. És ne csapjunk le a sovány ismerőseinkre, hogy tudjuk, hogy anorexiás, mert a soványságnak ugye már mondtam, több oka is lehet. Ez simán lehet valamilyen szervi betegség, valamilyen vírus, mondjuk egy HIV vírus, egy TBC, autoimmun betegség, pajzsmirigy túlműködés, ami fogyást okoz, van például genetikai soványság, ami valami, nem tudom, minden 2000. embernek a 16. kromoszómán van valamilyen, most ezt el nem tudom elmondani, hogy mi ez, ennyi maradt meg belőle, ami azt okozza, hogy ők egész életükben sokkal soványabbak, mint bárki. Meg ugye ebben örökletes tényezők is vannak. Az anyagcserénk is, ugye tudjuk, hogy nagyon különböző. Van, aki azt mondja, hogy ő csak ránéz az étele, és már hízik. Van, aki pedig tonna számra eszi a chipseket, a csokikat, és a mindenféle gyorskaját, és
olyan vékony és olyan bőre van, hogy azt mondod, hogy ilyen nincs tényleg, de van. Szóval nem csak azért lehet valaki sovány, de hogyha valaki a szemünk előtt elkezd rövid időn belül sokat fogyni, és nincs mondjuk szervi baja, akkor ez gyanúra adhat okot. És akkor ez hozza magával az öltözködésnek a megváltozását. Tehát bőrruhákat kezdünk el hordani, erről szem is meséltem már a saját élményeim mentén. Most úgy valahogy a divat is ennek kedvez, hogy ilyen, úgy látom, hogy a tinédzserek többnyire ilyen bőbb cuccokba járnak. Ezért ugye nem vesszük észre, tehát van, hogy mondjuk otthon egy anyuka is. Most létszi, ne csináljátok ezt, ez nem egy ilyen tipp, de hogy mondjuk úgy veszi észre, hogy a lánya már tényleg teljesen csontsovány, hogy véletlenül benyit hozzá a fürdőszobába, és akkor látja egy szál bugyiban. Ne nyissatok be. A viselkedésben is változások történnek. Intenzívebb érdeklődés az ételek iránt, többet beszél az evésről, esetleg már el lehet kapni, hogy kövérnek nevezi magát, és azt is meg lehet figyelni, hogy a tükörben csekkolgatja magát többször, tehát többször nézegeti magát a tükörben. Nekem egyébként ez volt az egyik jel, ami lebuktatott engem a gitártanárom előtt. Ezt röviden elmesélem, ezt a sztorit. Nagyon-nagyon jobban voltam a gitártanárommal. Klasszikus gitárt tanultam, és annak van egyfajta testpozíció, amit fel kell venni, lábtartó, ez kemény, a nyakadba kell felvenni a gitárt, úgy kell játszani, és akkor van egy tükör, ahol azért úgy megnézheted magadat, hogy sikerült-e felvenni ezt a pozíciót rendesen, és ki kell magad nagyon húzni. Én gitároztam, vagy hát próbáltam gitározni, néztem sokszor oldalra, és emlékszem, hogy akkor mondta az Éva néni a tanárom, hogy te gyerek tanorexiás vagy, most is nézegeted magad, és mondta, hogy már gyanakodott rá egy ideje, de hogy most már ő biztos benne. És elmondtam neki, annyira szerettem azt a nőt, meg annyira bíztam benne, és innentől kezdve a gitáróráknak a nagy részében, főleg, hogy egyre jobban legyengültem, és egyre jobban lefogytam, és nem olyan tudtam már fogni a gitárt, nem tudtam fókuszálni, erről is beszélek majd, hogy ez történik velünk ilyenkor. Bejártam hozzá beszélgetni, és nagyon volt kedvünk, kicsit játszottunk, nagyon-nagyon támogatott. Szóval ő innen vette észre, hogy már volt, ugye, hogy látja, hogy fogyok, látja, hogy kezdek megváltozni, így a személyiségem is, valószínűleg akkor már elég bőrruhákban ültem ott, valószínűleg fáztam is, és akkor észrevette, hogy már megint magamat nézem. Meg hogy egyre jobban érdeklik az ételek, a különböző diéták, milyen tápanyagok, milyen vitaminok vannak, mikben, én emlékszem, hogy elnezget a könyveket bújtam, ugye, hogy mihány kalória, ezt kívülről megtanultam, hány gram... Nem megyek most ebbe jobban bele, de hogy sok mindent az ételekről megtanulunk, főzőműsorokat kezd el nézni, mint különböző étellel, evéssel, receptekkel kapcsolatos blogokat, videókat nézeget, és egy nagyon speciális valami még, ez nekem nagyon volt, hogy elkezd nagyon főzni, vagy ételt készít a családjának, de ő nem eszik belőle. Nekem ez nagyon volt. Ez valahol úgy kielégít, ez egy kicsit olyan, hogy te is ennél, így foglalkozol vele, de aztán nem eszel belőle. Ugye a szagokkal egy kicsit jól laksz, vagy van egy olyan érzetet. Böjtölünk, különböző ilyen szokásaink lesznek, amik hát mind az anorexiát szolgálják. És nem azt, hogy fú, de egészségesek legyünk, mint ahogy ezt próbáljuk akár elhitetni a családunkkal és a hozzátartozóinkkal. Rituálék, ez is nagyon-nagyon fontos, és hát elég nehéz erről úgy beszélnem, hogy ne adjak tippeket. Mert ezek a rituálék nagyon jellegzetesek, szóval, hogy én nekem volt olyan az elmúlt években, dolgoztam egy helyen, és nem közvetlenül együtt dolgoztam egy fiatal lányjal, de ő is mindig ott ebédelt, ahol mi ebédeltünk. Vettem észre, hogy anorexiás, ahogy evett. Ez volt az első, amire felfigyeltem, és akkor utána időt töltöttünk együtt, vagy így beszélgettünk. Kialakult egy ilyen bizalmas kapcsolat akkor.
mondtam neki, hogy én szerintem tudom, hogy miről van szó, és hála Istennek ez jól sült el, és beszélgettünk, és nagyon-nagyon boldog vagyok, neki ez segített abban, hogy elinduljon a gyógyulás útján, és egyébként akkor én is tökre nem voltam jól, és ő is nagy támaszom volt nekem. Szóval észre lehet venni abból is, ahogy eszik valaki. Nem mondanám most el, hogy ezek mik, viszont kérlek szépen titeket aggódó anyukák, testvérek, barátnők, tanárok, nagyszülők, írjatok nekem üzenetet, és el fogom nektek küldeni, hogy mi ez. Nektek, lányok, pedig nem szeretnék. Valószínűleg tudjátok már ezeket, de nem szeretnék több tippet adni, hogyha ezeket pont nem ismeritek. Sajnos az anorexia megtanít minket hazudni, manipulálni, titkolózni, és olyan trükköket tanulunk meg, hogy bár nem eszünk, hogyan tűnhet úgy, mint hogyha mégis ennénk. Ehhez van egy több megdöbbentő sztorim. Amikor az egész elkezdődött, ez a szüleim válása után nem sokkal volt, és akkor az volt, hogy apával 2 hetente találkoztunk általában, a tesóm meg én, és mindig egy étteremben találkoztunk, és akkor együtt ebédeltünk. Hát én akkor már nagyon limitált dolgot ettem tényleg, mert hát ugye ez hónapokon keresztül zajlott, mert ez volt a rendszer, és tényleg az apámnak a szem előtt fogytam el, de ő nem vette észre, hogy nem eszem. Mert olyan trükköket alkalmaztam, eleve nagyon ilyen biztonságos ételt rendeltem, hogy mondjuk saláta, vagy leves, vagy amiben kevés a kalória, szóval valami azért mindig volt előttem, és nem fogok tippeket adni, de tudtam, hogy mit kell ahhoz csinálni, hogy kell ahhoz tennem, hogy azt higgye az apám, hogy ettem. És akkor így elteltek hónapok, és karácsonykor, amikor elmentem hozzá, akkor volt ugye a Máté Legunán a mélypontom, erről beszéltem az egyik első videómban, és akkor emlékszem, hogy apám így rám nézett, és így elsírta magát, hogy Úristen, kislányom. De hogy egyszerűen nem vett észre, annyira félrevezettem őt. Akkor még az is, hogy a családi evéseknél szemmel láthatóan, vagy érzékelhetően idegesebb lesz. Ez ugye azért van, amit pont az előző videómban is meséltem a tukmálásnak az elterjedt jelenségéről, hogy amikor van egy családi ünnep, akkor úgy jellemző ez a de kóstold meg ezt is, egyél ebből is, egyél még, na alig szedtél, szedjél még, repetázzál, jaj de sovány vagy, nyugodtan még egyél. Ez nagyon nagy stressz nekünk, ez nagyon nagy stressz anorexiásoknak. Ez is, plusz már, tehát olyan stádiumában vagy az anorexiádnak, hogy vannak szabályaid, akkor az ugye nagyon nehéz, mert a szabályok vonatkoznak az időre, vonatkoznak arra, amit beviszünk, annak a mennyiségére, a minőségére, hogy hogyan eszünk, azt is észrevehetik, mert ugye azt, hogy megváltozik az, ahogy eszünk. Nekem ilyen is volt, hogy a 20 éves koromban anyukám észrevette így egy visszaesés kezdeményemet. Az volt, hogy akartam fogyni egy pár kilót, és akkor ilyenkor mindig így visszanyúltam a régi bevált módszerekhez. Hazamentem vidékre anyukámhoz, és így nézte, hogy eszek, és mondta, hogy rég láttalak már így enni, és nem örülök neki. Szóval azonnal észrevette abból, hogy hogy rágok. És emlékezett rá, hogy amikor baj volt, akkor így rágtam. Akkor az is gyanús lehet, hogyha folyton kifogásokat mond arra, hogy tehát, hogy miért ne egyen velünk együtt. Ez akár most legyen egy családi, vagy egy baráti együttevés, tehát mondjuk hazajön az iskolából, és akkor mindig azt mondja, hogy már evett, vagy inkább a szobájában szeretne egyedül lenni, tehát hogy elkezdi kerülni a közös, akár ilyen szűk családi vacsorákat. Nem látjuk azt igazából, ahogy eszik, vagy hogy eszik-e egyáltalán. Meg eleve ugye kialakul ez, amiről már többször is beszéltem, hogy nagyon stresszelünk mások előtt enni. Már akkor valószínűleg van ezen egy szorongás, hogy mások látnak minket enni, és az is már eléggé az anorexia.
az is egy árulkodó jel lehet, hogy hirtelen nagyon aktív lesz. Elkezd sportolni, onnan fut, megy az edzőterembe, felüléseket csinál, akármi, de hogy gyakran, tehát nagyon gyakran, vagy akár mondjuk egyből evés után eltűnik, és utána elmegy sétálni, vagy futni, vagy kutyát sétáltatni, tehát hogy lehet arra gyanakodni, hogy azért most megy el, hogy azt, amit megevett, tehát láttam őt enni, együtt vacsoráztunk, viszont utána elmegy a kutyával futni. Oké, egyszer-egyszer, oké, nem feltétlenül azért van, de hogyha ez egy ilyen állandó dolog, hogy minden egyes evés után megy, rohan. Hogyha restriktív anorexiás, akkor valamit megy lemozogni, hogyha pedig purgáló anorexiás, akkor megy a WC-re, vagy sok időt tölt a WC-n, vagy a fürdőszobában. És nem csak az, meg ez is nagyon nehéz, tehát most nem mondhatod azt a lányodnak, hogy kislányom már pedig ne fussál, mert közben tudjuk, hogy egészséges, meg tök jó hatása van meg egy tinédzsernek, akinek például alig van arra eszköztára, hogy hogyan küzdjön meg jól az őt érő, hát nem kevés stresszel. Annak például ezt pont így nem venném ki a kezéből, mert akkor majd mit csináljon helyette. De közben meg ez egy olyan sportolás, tehát nagyon-nagyon merevek a szabályok. Ugyanúgy, mint az étkezésben, a sportolásban is nagyon-nagyon merev szabályok vannak. Egyáltalán nem vagyunk rugalmasak. Tehát, hogy akkor is elmegy edzeni, hogyha kint szakad az eső, akkor is kint fut. Akkor is elmegy edzeni, hogyha nem tudom, egész nap rettentően fájt a feje. Tehát, hogy nem tesz kivételt. Nagyon rugalmatlan. Vagy hogy amikor közeledik az edzésének az időpontja, és nem tud az edzéshez jutni, akkor ideges lesz. Vagy hogyha ki kell hagynia tényleg valami miatt az edzést, akkor egy nagyon, nagyon rossz ilyen körbe kerül, ami lelkiismeretfurdalás, bűntudat, önutálat. Ezt is észre lehet venni, hogy ez mikor már nem annyira egészséges. Hogy azt mondd a lányodnak, hogy figyelj, most muszáj elmennünk a nagymamához, nem fogsz tudni 20 kilométert futni ma este, és amit ez belőle kivált, lehet, hogy nagyon túlzó, dühös reakciója lesz, vagy azt mondja, hogy nem érdekli, ha nem megy a nagymamához, ő akkor is ezt megcsinálja. Szóval ezeket, hogyha ismered a gyerekedet, hogyha rágyanakszol, akkor azt észre lehet venni, hogy nem úgy viselkedik, ahogy szokott. És a megváltozott viselkedéssel még jönnek hangulatingadozások, ami mind ugye az éhezésnek és ennek a folyamatos szorongásnak az eredménye, egy nagyon rossz idegállapot. Hangulatingadozások vannak, ingerlékenyek leszünk. Most gondolj bele csak abba, hogy ha nem eszel mondjuk, nem tudom, egy órakor akarsz ebédelni, de úgy alakul a munka, hogy nem fogsz tudni háromig kimenni, de már nagyon-nagyon éhes vagy, akkor van egy ilyen ideg. Szóval képzeld el, hogy csak attól, milyen ideges, meg türelmetlen tudsz lenni, hogyha egy kicsit el van tolva az étkezésed, vagy mondjuk egy rossz ebédet kaptál, és éhes maradtál. Hát nekünk az étkezésünk meg úgy soha nem nagyon jön el. Szóval, hogy az tényleg csak így annyira elég, amit eszünk, hogy ne halljunk éhen. Tehát van ez az állandó éhezés, ez az állandó ingerültség. Én például nagyon könnyen elsírtam magamat. Még én ugye nem is nagyon tudtam aludni, szerintem ilyenkor nagyon nehéz aludni, egyrészt, mert folyamatosan azon szorongunk, hogy mit ettünk ma, mit fogunk enni holnap, mit nem kellett volna, hogyha van-e, amit megbánunk, akkor azon őröljük magunkat egész este, eltervezzük, hogy majd következő nap hogy lesz, és eleve nem csak a gondolatok, hanem a mardosó éjség sem hagy aludni. Emlékszem ezekre az éjszakákra, hogy úgy ilyen korgó gyomorral fekszem le mindig, és nagyon nehéz úgy elaludni, meg nem felébredni 25-ször éjszaka, és aztán felébredsz egy napra, amikor újra nem eszel szinte semmit. Nem jó idegállapot. Meg ugye azt is mondtam, hogy elkezdünk anorexiások, elkezdünk visszahúzódóbbá válni. Én erre nagyon-nagyon emlékszem. Nagy szájú, tényleg ilyen nagyon élénk, pörgős,
tini lányból lettem egy ilyen halkszavú, csendes, nagyon-nagyon rosszkedő lány. Ez nagyon gyakori, hogy ez megtörténik. És az is, hogy nem veszünk részt már a társas életben. Pláne, tehát azokat azonnal kiiktatjuk, amikben evés van, amiben közös evés van, tehát nem megyünk el akár a legjobb barátnőnk szülinapi bulijára, mert torta lesz, és én nem eszem. Nincs türelmünk, szóval hogy túlélni próbálunk, nincs energiánk, nem megy már a jó kedv, beszélni alig bírok. A kedves tanárok, hogyha vagytok még, és remélem, hogy vagytok, és minden tiszteletem a tiétek, főleg, hogyha még megmaradt ráadásul bennetek az a lelkesedés, ami miatt ezt a hivatást választottátok. Azt szeretném mondani, hogy nagyon nagy szerepetek van ebben nektek is, hogy észrevegyétek, hiszen a nagy részét az iskolában tölti az idejének a tinédzser, a potenciális táplálkozási zavaros, és például ti is észre tudjátok venni, és ki tudjátok szűrni nekem. Ugye elmeséltem, hogy a gitártanárom is észrevette. Nekem a tanáraim akkor vették egyébként észre, amikor elkezdtem elájulgatni. És akkor beszéltek velem, nagyon kedvesek voltak. Kérdezték, hogy hogyan tudnának nekem segíteni, hogy egyek, mi a helyzet otthon, beszéljünk-e az anyámmal, ne beszéljünk-e az anyámmal, és mindenféle ítélkezés nélkül őszinte aggodalommal és segítő szándékkal megkérdezték, hogy mit tegyünk érted, hogy jobban legyél, annyira szeretnénk, hogyha jobban lennél. És mivel olyan volt velük a kapcsolatom, hogy bíztam bennük, és szerettem őket, ezért elmondtam nekik. Szóval, kedves tanárok, ha ezt észreveszitek, hogy úgy megváltozik a... Tehát akár tényleg egy ilyen nagyszájú lányból egy nagyon-nagyon visszahúzódó, szomorú, halkszavú kis valaki lesz. Vagy akár egy akármilyen lányból, most ez nem kell különösen extrémen feltűnőnek lenni, és abból ilyenné alakulni. Fáradt, nem tud koncentrálni, ez nagyon fontos. Nekem nagyon leromlottak a jegyeim. Ez ugye egész egyszerűen azért van, mert az agyunk is úgy működik, hogy táplálékkal. Szóval, hogyha észreveszitek, hogy már nem figyel oda, rosszabbak a jegyei, akár az, hogy órán tényleg szinte elalszik, lefejeli a padot, fáradtabb. Persze, hogy fáradtabbak vagyunk, mert annyira kevés kalóriát veszünk magunkhoz, hogy a szervezetünk egyszerűen alig tud rajta üzemelni. Nagyon fontos tünet az állandó fázás. Ezt ti, kedves tanárok, ezt is észre tudjátok venni, hogy amikor például az van, hogy mindenki kimegy az udvarra, akkor ő nem megy ki az udvarra, hanem a radiátor mellett áll. Inkább, vagy hogyha ki kell mennie, akkor mondjuk akár ugyanúgy felöltöző, mint az összes többi gyerek, aránytalanul megfagy. Én erre emlékszem, erre a fázásra, ez tényleg elviselhetetlen. Amikor kórházban voltam, akkor emlékszem tényleg, pulóverekbe, kesztyűkbe, dunyhákkal, mindenféle ilyen ágymelegítőkkel így vacogva aludtam. Nagyon-nagyon fázunk folyamatosan. Meg azt is ti még észre tudjátok venni, pedagógusok, hogy tehát látjátok, hogy mit eszik napközben. Úgy nagyjából most tudom, hogy nem vagytok egész nap az osztályotokkal. De hogyha már észrevesztek egy gyanús jelet ezekből, amik elhangzottak, akkor kezdhettek nézelődni másik gyanús jel iránt. Ez diszkréten léci. Mit eszik? Szóval, ha ezt mondjuk csak gyümölcsöt, meg zöldséget eszik, vagy úgy nem nagyon eszik, vagy már nem a többiekkel együtt eszik, ahogy szokott, az is gyanús lehet. Akkor jöjjenek az árulkodó fizikai tünetek. Ez egy fontos tünet, bár nem szemmel látható, hogy kimarad a menstruáció. Ez nyilván azoknál, akik már olyan korban vannak, hogy lehet menstruációk, vagy már volt ezelőtt, és most kimarad. És ez egy fontos, súlyos tünet. A hajunk is megváltozik, elkezd vékonyabb lenni és hullani. Én erre emlékszek, hogy így kb. Egy csomóba húztam ki a hajamat. A bőrünk is megváltozik, nagyon-nagyon szárazzá,
ráncossá válik a bőrünk. Ez azért is van, ugye, mert a szervezetünknek egyrészt erre már végképp nincsen energiája, hogy még azzal foglalkozzon, hogy a bőröm meg a hajam. Neki az a legfontosabb, hogy a szívem az pumpáljam. Annak ellenére, hogy semmit nem adok magamnak, ami ezt megsegítené neki ezt a munkát, tehát az, hogy most a bőröm hogy néz ki, abban még van egy kis víz, azt kiszippantja. Az arcbőrön egyébként lehetnek még pattanások, tehát nem csak az, hogy kiszáradt teljesen, hanem hogy pattanások jelennek meg. Ez azért is lehet, mint ami miatt a menstruáció is ugye kimarad, hogy teljesen megváltozik a hormonális háttér. És a fogam is, nekem hála Istennek a fogam nem hullott ki, viszont emlékszem, hogy mozgott. És egyébként ugye is színeződik a fogunk, és hogyha valaki purgáló, anorexiás, akkor ugye a fogzománca megsérülhet a hányástól, azt is észre lehet venni. Mivel ugye nem eszünk semmit, és ez most nagyon durván fog hangzani, de ez az igazság, hogy a szervezetünk elkezdi magát enni. Szóval, hogy elkezdi megenni az izmokat, mert az izmokban van azért tápanyag, amit tud használni, és akkor elkezdi szépen az izmokat megenni, csak az a nagy baj, hogy a szív is egy izom. És nem csak az izmokból kezdi el enni, amire szüksége van, hiszen a szervezeted már szólt neked egyszer, kétszer, százszor, minden nap szól, úgy szól, hogy éhes vagy, továbbra sem eszel, nem viszed be a minimumot, viszont neki muszáj, ahhoz, hogy életben tartson téged, muszáj megszerezni ezeket a tápanyagokat. Akkor ugye, hogyha már végzett az izmaiddal, akkor jöhetnek a csontok, tehát nagyon gyakori, hogy a csontritkulás már ilyen fiatalkorban kialakul, hiszen a csontokban is van magnézium, minden, amit ki lehet onnan is kiszippantja, mert neki ez kell ahhoz, hogy téged életben tartson. Ez azért veszélyes egyébként, de erre vannak vizsgálatok, ezeket el lehet végezni, ilyen csontsűrűség vizsgálatokat, és hogyha ezt még időben el van kapva, akkor vissza is lehet építeni a csontokat. Ez azért lesz majd fontos, mert hogy ne ez az öreg asszony legyél, aki mindenét széttöri, csípőjét, meg a kezét, lábát, mindenét, mert ilyenkor könnyebben eltörsz. Nekem az is egy ilyen döbbenetes tünet, velem az történt, én úgy legalább 2 centivel magasabb voltam, mint most vagyok. Ott az történt, hogy a gerinc csigolyáim közt, ez az ilyen zselés anyag, az úgy elfogy, és akkor a csigolyák így össze egymásra csúsznak, és azért is fájt nagyon-nagyon-nagyon a hátam, és ezért mentem össze egy pár centit, és a magasságomat nem nyertem vissza. Van egy nagyon-nagyon furcsa dolog még, ami a testünkön megjelenik, mégpedig a lanugó. Ez az ilyen piheszerű kisbaba haj, ami a kisbabák úgy születnek, azt a magzat burokban az védi őket, egy ilyen kis pihesszőr van az egész testükön, és ez kihullik egy, nem tudom, rövid idő alatt, és amikor az anorexiának egy olyan előre haladott stádiumába vagyunk már, akkor ez megjelenik az arcon, nekem a hátamon, a derekamon jelent meg, ezek ilyen apró, ezek az ilyen kisbaba pihesszőrök. Az a hővesztés ellen véd minket, mivel már ugye a szerveink körül nincsen zsír egyáltalán, ezért valahogyan meg kell védeni, melegen kell tartani minket. Ezért lesz a lanugó, aztán utána volt, nincs, kihullik, amikor elkezdesz többet enni. Aztán ugye minél tovább tart az éhezés, és fokozódik a soványság, eljön az időszak, amikor már nem vagyunk aktívak, inkább ágyhoz vagyunk kötve. Ez elég veszélyes. A víz-elektrolit egyensúly felborulása szívleálláshoz vezet, ami a legfőbb oka a halálozásnak az anorexiában. Tehát az éhezés miatt a pulzusszám, a testhőmérséklet és a vérnyomás annyira kritikusan lecsökken, hogy szívritmus zavar alakulhat ki. És ezt nagyon-nagyon-nagyon komolyan kell venni, mert ebből le lehet halni. Tehát, hogyha azt érzed, hogy furcsán ver a szíved, így nagyon bedobog,
hogy így érzed, hogy dobog, vagy úgy érzed, mintha nem dobogna, vagy valamilyen ilyen fura, másfajta ütemet üt, mint szokott, akkor abban a pillanatban szólj egy felnőttnek, és azonnal menjetek el orvoshoz. Mert ezek a szívleállást megelőzik. És itt még lehet valamit csinálni, és itt ezen a ponton azonnal segítséget kell kérni, mert ez életveszélyes. Szóval remélem, hogy tudtam nektek segíteni abban, hogy észrevegyétek, hogyha a környezetekben valaki táplálkozási zavarral küzd, és azt ajánlanám még nektek, hogy ha most ezt így tényleg megvan, hogy jó, akkor ő tutira az, akkor nagyon-nagyon kedvesen közelítsetek hozzá mindenféle ítélkezés nélkül, türelmesen próbáljátok meg megtalálni azt a hangot, amin megszólítjátok, olyan hangot, amiben bizalmat keltetek magatokban, és egy olyan emberként álljatok ott, akihez lehet fordulni. És már talán térképez fel, kezdje rajta gondolkodni, hogy te hogyan tudnál amúgy segíteni, esetleg nézz utána orvosoknak, szakembereknek. Nagyon-nagyon komolyan kell venni ezt a betegséget, tényleg nem tudom hangsúlyozni, hogy ez a leghalálosabb mentális betegség, és arról is van szó, hogy ez nem csak kifejezetten az anorexiásnak a munkája, hogy jobb, hogy dolgozzon azon, hogy jobban legyen, hiszen az anorexia a családban alakul ki, a családterápia is nagyon-nagyon szokott segíteni ezekben az esetekben, hiszen ez a család betegsége.